Szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, Varga Zoltán műsorvezető és Barna Erika szerkesztő nevében is, és a mai beszélgetésünket a Habsburg Birodalomtól indítjuk, de egy kicsit egy idézettel engedjétek meg, hogy elkezdjem a beszélgetést. Ezt Kahneman, aki egy Nobel-díjas közgazdás pszichológus mondta, hogy azt hiszük, hogy értjük, hogy mi folyik körülöttünk, de vajon előre is meg tudtuk volna mondani. Hogy miért mondom ezt az idézetet, mert az a célom, hogy ezzel a beszélgetéssel ne feltétlen egy történelmi elemzésben, hanem inkább egy ilyen jelenkorra mutató lehetséges párhuzamokat felállító beszélgetés legyen ez. És beszélgető partnereimet szeretném bemutatni. Prőle Gergelyt, volt Berlin és Berlin nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézet és a Habsburg Otto Alapítvány igazgatóját. Szerbusz, üdvözöllek. Mi tegeződünk, mert régebb óta ismerjük egymást. Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. És dr. Kúcsár Árpád történészt, a Szent Pál Akadémia főiskolai docensét. Szerbusz Árpád, téged is üdvözöllek. Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Ja, gyakorlatilag akkor, amikor a Habsburg Birodalmat én szeretném így megszólítani a közös témánknak, akkor inkább egy ilyen geopolitikailag értelmezendő, nagy stratégiát művelő birodalmi rendszert akarnék valahol felvázoltatni majd veletek, és ebből valamilyen értelemben olyan párhuzamokat felállítani, amik a mai ember számára is üzennek. Olyan üzeneteket, amikben akár segít megérteni azt, hogy mi zajlik most Európában, mi zajlik itt Magyarországon, mi zajlik akár a keleti térségekben, keleti régiókban. Nem titkolt szándékom az is, erről pont tanárúrral beszélgettem egy picit még az adás előtt, hogy minthogyha prüszkölnénk akkor, amikor megpróbálnánk megérteni az orosz-ukrán konfliktust. Ezt, az, hogy a háború drámája, tragédiája van, azt egy elfogadható azonosulás, és azt gondolom, hogy ez rendjén van. De önmagában az, hogy meg akarunk érteni egy ilyen folyamatot, hogy mi vezetett ide, mi nem, mi ebben az Európai Uniónak, mi ebben egyes tagállamoknak, nemzetállamoknak a szerepe. Abban azt gondolom, hogy érdemes kicsit találni történelmi párhuzamokat, és akkor miért ne tennénk meg, hogyha egy olyan nagy stratégiával rendelkező családi birodalmat próbálunk megérteni, mint a Habsburgokét, és ha ezt elfogadjátok így egy kicsit hívó szavaknak, gondolatoknak, akkor talán Gergelyt kérdezném meg erről, hogy egyáltalán az is érdekelne engem, és szerintem a rádió hallgatókat is, hogy mit is tesz a Habsburg Otto Alapítvány, és szerintem ez egy ilyen átkötésnek neked is jó lesz. Hát köszönöm, ez minthogyha mentővel dobtál volna hirtelen a bevezető kérdés nehézsége mellé. A Habsburg Otto Alapítvány Habsburg Otto hagyatékát kezeli, ami 4 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra egy megállapodás keretében, amelyet a Habsburg család és a magyar állam kötöttek egymással. Ennek egy parlamenti határozat képezte alapját, amivel, ahol nagy többséggel a honatyák elfogadták azt, hogy jöjjön létre egy ilyen alapítvány, és a családdal történt megállapodás alapján az utolsó magyar trónörökös Habsburg Otto írásos hagyatéka és könyvtára, valamint néhány apróbb tárgya Magyarországra érkezett, ezt kezeljük és dolgozzuk fel mi azzal, hogy ez nem pusztán egy filológiai feldolgozó munka, hanem egyúttal a Habsburg Otto, mint nagyformátumú európai politikusnak a szellemi hagyatékát is hivatottak vagyunk ápolni. Ugye ez egy, mit jelent ez? Ő egy igen-igen elkötelezett az európai együttműködésért, elkötelezett politikus volt, aki ugye a sajátos történelmi adottságok okán nem osztrák színekben, hanem végül is német színekben lett európai parlamenti képviselő 20 éven át, és úgy is, mint a páneurópai mozgalomnak a vezetője, jelentős szerepet játszott abban, hogy az európai egység, mint politikai formáció is megerősödjék azzal, és talán itt csatlakozunk rá a kérdésed első felére, hogy ő
soha nem felejtette el azt, hogy ő egy olyan dinasztiának a sarja, ezt többször elmondta, ami 600 éve politikával foglalkozik. És hát ezzel voltak éppen azt mondta, hogy ezt a dinasztikus gondolkodást, ezt voltak éppen 600 éve a vérében hordja, és amikor ugye mostanság nagyon örömteli és intellektuálisan izgalmas módon nap mint nap újabb és újabb gondolataira, írásaira csodálkozunk rá, akkor azt látjuk, hogy bizony a Habsburg monarchia történetéből ő nagyon sok olyan messze menő következtetést vont le, és itt érkezünk meg a te kérdésedhez, ami a mai helyzet megítélése szempontjából releváns. Az utóbbi hetekben napvilágot látott, büszkén mondom, hogy először mi jelentettük meg történetesen pont a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán azt a 2005-ös interjúját, amit az Süddeutsche Zeitungnak adott, amiben korábban a Szovjetunió, később Oroszország geostratégiai, hogy is mondjam, csak vérvonalaként jellemez, tehát hogy mi az az expanzív jelleg, ami mindig is meghatározta az ő, az oroszok gondolkodását, és hát ennek kapcsán egy igen-igen érzékletes jellemzést is ad Vlagyimir Putyinról. Ne felejtsük el, hogy ez az interjú 2005-ben. Igen, ezt akartam visszahozni, ezt a dátumot. Készült. Aztán azóta már több filmfelvétel is megjelent ugyanerről az előadásáról, amit ugye ez is figyelemre méltó, több mint 90 évesen tartott, és ami a politikai éleslátás szempontjából azt gondolom, hogy milyen mind a mai napig megállja a helyét. Tehát, hogy gyorsan lekerekítsem. Én azt gondolom, hogy a történelem ismerete bizonyos geopolitikai adottságoknak, geostratégiai adottságoknak, és ugye a földrajz az egy szent dolog, annak az ismerete, az segíthet a mai helyzet megértésében, de némi szomorúsággal teszem hozzá, a mai Magyarországon pedig különösen, hogyha megfigyeljük a híradásokat, vagy akár csak az újságok rovatait, akkor sajnos azt kell mondani, hogy a külpolitikával foglalkozó műsorok, a külpolitikára vonatkozó cikkek, elemzések, a széles körű médiából, a közszolgálatiból pedig aztán szinte végképp a háttérbe szorultak, ami bizony még a rendszerváltás előtti időkhöz képest is egy súlyos visszaesés. Ennek az a következménye, hogy az emberek, és ez sajnos igaz az orosz-ukrán konfliktusra is, a leegyszerűsítő válaszok áldozatául esnek, akár az egyik, akár a másik oldalon, aminek az a következménye, hogy az erről folyó diskurzus is kevésbé ismereteken alapul, sokkal inkább egyfajta ilyen furcsa hitelvi szimpátiákon és érzelmeken alapuló csetepatévá válik, minden érdemi tartalom nélkül. Ezt jó lenne elkerülni, ennek biztató jelét látom ebben a mostani műsorban. Hát örülök, ha így látod. Én azért azt mindenképpen nyilván hozzáfűzök, hogy azért a mainstreamítással párhuzamosan lehet ezt már csak megtenni. Tehát elkerülni már nem nagyon lehet, ezzel maximum csak párhuzamosan lehet egy balanszként megjelenni. De a Habsburgokra visszatérve, én nem kívánom nyilván a teljes dinasztia történelmi kontextusát ide emelni, de azt gondolom, hogy mindenképpen mértékadó lehet, ahogy ezt az európai szervezésben részt vették a szerepüket. Talán a 17.-18. század lehet egy ilyen sokak által amúgy sokkal jobban ismert korszak, ugye ez a Mária Terézia, és aztán az azt követő időszak, de hogy látja ezt a történészt, hogy lehet-e ezt a mára vonatkozólag
ennek üzenete, mi volt ennek a sztorinak az összefoglaló jelentősége, mik voltak azok a szabályozások, törvények, gondolkodásmódok, amik keresztül mentek egy nagyon heterogén társadalmi közösségeken, mert hát ugye akkor is azt lehet elmondani, hogy a lengyeltől, a magyartól, az olaszig, a nagyon sokfajta náció volt ebben a birodalomban, tanár úr. Szerintem, hogyha aktualitásról beszélünk, akkor talán az egyik, amin érdemes elgondolkodni, hogy Közép-Európa nagyon nagy hiány van az egységnek. És évszázadokon keresztül a Habsburg Birodalomnak talán ez volt a szerepe, hogy nálánál erősebb birodalmak, vagy egy ideig erősebb birodalmak, például a Török Birodalomnak a előretörését, ezt föl tudta tartóztatni, az Orosz Birodalom előretörését föl tudta tartóztatni, a nyugaton a franciákkal eredményesen tudott küzdeni, miközben, hogyha megnézzük az adatokat, akkor messze nagyobb hadsereg, nagyobb jövedelmek, és ugyanez vonatkozik a fölemelkedő Poroszországra is, 17. és 18. század fölemelkedő Poroszországra, hogy ezeknek a birodalmaknak a nagyon is terjeszkedő szándékaival szemben ezt a közép-európai régiót sikeresen tudta egyesíteni, és az itteni területeknek a védelmét megoldani. Az már egy következő kérdés, hogy egy ilyen közép-európai egység, ami egy nagyon összetett, úgy hívják így is, hogy összetett állam, tehát amiben valóban nagyon-nagyon különböző fejlettségű területeket kellett egységesen kormányozni, de mégis én azt látom, hogy a 20. században szerintem magyar szempontból, vagy közép-európai szempontból nem gondolnám, hogy előre mentek a dolgok, hanem sokkal inkább hátrébb. Ezt látom, hogy főleg 90 után a Balkán is szétdarabolt kicsi kis államocskákat gyártottak, nekem úgy tűnik, hogy eléggé tudatosan. Tehát a 20. században ez az elaprózás, hogy a birodalmak számára ne tudják, tehát ez a térség ne tudja a saját érdekeit érvényesíteni, hanem függeléke legyen birodalmaknak. Tehát a Habsburgok szerepét én ebből a szempontból látom nagyon pozitívnak, hogy miközben minden adat azt mutatja, hogy nem voltak erősebbek a környező birodalmaknál, de évszázadokon keresztül például, hogy az Orosz Birodalom lenyeljen belőle részeket, vagy a Török Birodalom, vagy a német, oroszok, vagy tehát ettől meg tudták óvni ezt a térséget. Egy másik dolog, hogy a Habsburgok abból a szempontból is nagyon érdekesek, hogy milyen kicsi kezdet. És ahhoz képest milyen sok évszázados szívós fennmaradás. És ha csak arra gondolunk, hogy a 19. században, amikor például Magyarország szerette volna a saját teljes állami szuverenitását a forradalomszabadságharcban megteremteni, és ennek az elismeréséhez nagyhatalmak segítségét kérte, ők azt válaszolták, hogy ők igazából ők csak Habsburg Birodalomról tudnak, olyanról, hogy Magyarország, ők nem tudnak, csak mint a Habsburg Birodalom része. Tehát, hogy tudja magát egy birodalom úgy elfogadtatni, hogy egészen a leírások szerint az első világháború közepéig föl sem merült az, hogy ezt szét kéne darabolni, hanem az európai egyensúly egy nagyon fontos letéteményeségként kezelték ezt a birodalmat. Tehát egy rendkívül nehéz feladat előtt álltak a héjaváriak, a Habsburgiak, ugye Svájcból indul a család, és nagyon érdekes, hogy senki nem gondolta volna, hogy övék lesz két erősebbnek tűnő fél között, tehát a csehek és a magyarok is vetélkedtek már ezt megelőzően, mielőtt a Habsburgok megjelentek Steyerországért, osztrák területekért,
És végül is a magyar negyedik kun László segítségével tudták megvetni a lábukat Stájerországban is, és Ausztriában, mert a magyar királyság, ami messze nagyobb volt, mint ez a két majdani örökös tartomány, a magyar királyság úgy gondolta, hogy a német-római császári trónra is aspiráló cseheknél sokkal kisebb veszély a kevésbé ismert Habsburg család, és hogy tudtak ők helyezkedni. Nagyon érdekes, hát csak ilyen kiragadott momentumok, hogy a későbbi Habsburg birodalom, ami Bécs központtal, Mohácsi csata után igazából Bécs központtal fog kialakulni, egy cseh-magyar-osztrák hármasság, hogy ez már az 1430-as évek végén létrejön, és ez magyar szempontból azért nagyon érdekes, mert az a Habsburg Albert magyar király, aki az első Habsburg volt a magyar trónon, ha jól emlékszem, tehát ez a Habsburg Albert Budán tartotta igazából a központját, a tanácsosai azok főleg magyar fiúrok voltak, és innen Budáról irányította a cseh és osztrák területeket egyesítő birodalmát, hiszen a Duna-medencei Magyarország, a Kárpát-medencei Magyarország nagyon érdekes, hogy egy jobb központ van, természet stratégiailag jobb központja lenne, tehát ezen érdemes gondolkodni, hogy a történelem elég sok alternatívát adott, és ha egy nagy ugrással ebből a szempontból a 1867 utáni két központú állam, a dualista állam történetére térünk át, akkor láthatjuk, hogy akár Budapesten körülnézünk, azért van ekkora királyi palotánk, azért van olyan gyönyörű operaházunk, azért van olyan körútunk, stb. Tehát, hogy ezek parlamentünk, mert a magyar elit szerette volna, hogyha fokozatosan ennek a birodalomnak a központja át tud kerülni, átkerülhetett volna Budapestre, és ez egy nagyon érdekes gondolatmenet lehet, hogy minden adottsága megvolt tulajdonképpen Magyarországnak arra, vagy akár Budapestnek, hogy egy ilyen birodalmi fölállásban esetleg az Habsburg Albert féle változatot hozza, de minden esetre tehát a Habsburg birodalom története nagyon sok szempontból például a felzárkózás egy óriási példa. Ugye ez a térség hogyan tudott hatalmi tényezővé válni, és szerintem ennek a mai üzenete az, hogy most inkább a fej és farok pozíciója közül, hogyha kell választanunk, akkor ez a térség most jellemzően sajnos farok pozícióba került, és a Habsburgok idejében azért ilyen pozíció nem ez jellemezte. Ez jellemezte. Nem tudom, Gergely, hogy látja ezeket a dolgokat, vagy? Gergely? Hát ugye nagyon érdekes, ugye amiről itten fű alatt beszélünk, azért mégiscsak ennek a Wes Mitchell nevű amerikai politikus történésznek a birodalom nagy stratégiája című könyve, ami azért érdekes, mert egy amerikai gyakorló külpolitikus szempontjából elemzi azt, hogy mi is történt akkor, illetve hogy ennek mi az aktuális üzenete. Most ez persze nagyon érdekes úgy olvasni, hogy az ember közben nap mint nap Habsburg Otto feljegyzései mellett azokat a műveit is olvassa, amelyik kimondottan erre a történelmi múltra reflektálnak. Tehát például Ottónak az egyik nagyon fontos hőse volt 5. Károly német-római császár, tudjuk, ő volt az, akinek a birodalmában nem ment le a nap. Na most ez azért érdekes, mert ott végigveszi azokat az aspektusokat, aminek alapján ez a birodalom kialakulhatott. Ennek a gazdasági, hadászati, szociokulturális, például hogy a zsidók szerepe mi volt ennek a birodalomnak a kialakulásában, hogy az emancipáció az milyen módon járult hozzá bizonyos kulturális folyamatokhoz. No, tehát ezek a tanulságok, ezek nagyon messzire vezetnek, és ez a bizonyos egykori amerikai államtitkár Wes Mitchell ugye arra tesz itt kísérletet, hogy levonjon olyan tanulságokat, amelyek az évszázadok nyomán
valóban ennek a birodalomnak a fennmaradását szolgálták. És ugye amire tanár úr is, Kulcsár tanár úr is utalt, az ugye pontosan, annak több olvasata van. Mert ugye van a kurucos magyar olvasat, hogy hagyjanak minket ezek a Habsburgok, csak a bajt csinálták. Nem olyan régen, pont a közszolgálati tévében volt egy műsor, ahol az alapítvány tevékenységéről beszéltünk, és én másnap kaptam egy igen felháborodott telefonhívást egy magyar középiskolai történelemtanártól, hogy mit képzelünk mi, hogy a Szent Március 15-i ünnep másnapján mi pozitív kicsengéssel beszélünk a Habsburgokról. Akkor én próbáltam mindenfélét fölhozni mentségemre, többek között, hogy nem én vagyok a szerkesztő, és hát, hogy én próbáltam azért elmondani, hogy Habsburg Otto egyedül szólalt föl az Európai Parlamentben magyarul, a határon túli magyarság, sors, és a többi, ez mind nem segített semmit. Olyan fokú izzó Habsburg gyűlölet és kurucos mentalitás jött ebből a telefonbeszélgetésből, hogy láttam, hogy teljesen esélytelen vagyok. Na most azt megérteni, hogy ugye tudjuk jól, ennek nagyon nagy irodalma van, tehát Széchenyi és Kossuth vitája, az már eleve a reformkori Magyarországon is más és más összefüggésbe helyezte a Magyarország történelmi helyét. Most akkor a forradalom és szabadságharc az nyilvánvalóan egy kiemelkedően hősi időpont és esemény volt. De azért, ha belegondolunk abban, és ezt úgy is mondom, mint a Petőfi Irodalmi Múzeum bukott főigazgatója, aki mégis az Arany János emlékév idején ott sertepert élhetett, hogy gondoljunk csak bele, hogy Arany János, aki ott gyászolta a barátját, Petőfi Sándort, az kevesebb, mint 20 évvel később, 1867-ben már az akadémia főtitkáraként ottan részt vesz a gonosz elnyomóból bölcs királyá avanzsált Ferenc József fogadásán, még akkor is, ha mindenféle lelki tusakodást okoz neki az, hogy elfogadhatja-e azt a kitüntetést, amit akkor ugye felajánlanak neki. De az egész magyar fejlődés az, hogy Baross Gábor idején, ismerjük, óriási szobra van a keleti pályaudvar előtt, mindenféle mitológikus figurák veszik körül. Hát meg kell nézni, hogy a magyar vasúti hálózat az hogy fejlődött, és hogy ez bizony a kiegyezést követő K&K időszaknak az óriási fejlődése. Vagy ha végigmegyünk Budapest utcáin, akkor is pontosan ugyanezt látjuk. Tehát ami az árvalányhajas nemzeti történelem szempontjából valid olvasat, az annak persze van egy erős néplélektani hatása, de ugyanakkor, ha ezeket a hatalomtechnikai és egyáltalán modernizációs szempontokat vesszük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországnak az osztrák-magyar monarchiában volt egy kiemelkedő és nagyon fontos szerepe, amit persze, és ez is egy érdekes tanulsága a Westmichell könyvének, hogy ő úgy fogja föl bizonyos értelemben, hogy a kiegyezés miáltal ugye kétfejűvé vált ez a Habsburg birodalom, voltaképpen ez volt a vesztének is az oka, mert ezzel az a fajta központi irányítás, ami korábban a bécsi udvarban egyértelmű volt, az végül is a magyar faktor által Gellert kapott, ezáltal a nemzetiségek közül ki lett emelve egy, és innen már ismerjük a történetet, az első világháború és a teljes szétesés annak lett a következménye, hogy a kisebb nemzetek, kisebb egységek elnyomottnak érezték magukat, és ezért és nem kaptak megfelelő autonómiát, ha tetszik. És még egy zárójeles mondat, mert mégiscsak most emlékezünk április 1-én az utolsó magyar király IV. Károly halálának 100. évfordulójára. Ha az ő gondolkodását tekintjük, ugye neki is rosszkor, rossz helyen, de megjött az a felismerése, hogy egy belső reformmal, ami
pont ezeknek a kisebb szervezeti egységeknek, kisebb nemzeteknek kedvezett volna egy föderatív felépítéssel, ha tetszik, akkor talán megmenthető lett volna ez a bizonyos történelmileg valóban oly sikeres birodalom. Igen. És még talán a birodalom fontosságához, hogy szerintem nem csak mi a Gergellyel próbáljuk belemagyarázni, hogy mennyi előnye volt Magyarország számára is, mert ez is lehetne még jócskán hozzá. Tehát például dualizmus alatt nincs, nem lenne például magyar világ, egy ideig világ első malomipar, hogyha nem lett volna egy birodalmi biztosított piac például. És nagyon sok mindent lehetne még ezzel kapcsolatosan, de a 18. század Mária Terézia trónra kerülésével kapcsolatosan szeretnék egy érvet arra mondani, hogy nem szabad szélsőségesen látni, hogy a Habsburgok magyaroknak csak ellenségei, és a Habsburg birodalom Magyarország számára, igen, a birodalom szempontjából a birodalmi érdekek gyakran a magyar érdekeket háttérbe szorították, mert ez is benne volt a pakliba, de nagyon nagy érdekeket védelmezett a Habsburg birodalom, és most erre szeretném tehát a magyarságnak fő érdekeit is védelmezte a Habsburg birodalom, és erre szeretném a Mária Terézia trónra kerülési idejének a kis eseményét, ezt a híres vitam et sanguinem, életünket és vérünket, hogy a Pozsonyban a magyar nemesek kardjukat állítólag kiáltották ezt. De miért kiáltották? Hiszen az az érdekes, hogy a Mária Terézia azért megy hozzájuk, úgymond hát újabb katonákat kérni, tehát sereget kérni, mert a poroszok az összeomlasztás szélére juttatták a Habsburg birodalmat, és ha magyarok ekkor azt mondják, hogy na, nem kapsz semmit, hanem inkább jól hátba döfünk, akkor nagy kérdés, hogy a birodalom megmaradt volna-e. És hogy ebben a Habsburg birodalomnak egy nagyon válságos és szinte bukás előtti pillanatában a magyar elit miért gondolta úgy, hogy ezt a birodalmat meg kell menteni, és az elemzők azt mondják, azért gondolták, mert a török birodalomról nem lehetett tudni, hogy nem fogja bezabálni, hogyha a Habsburgok birodalma szétesik, esetleg a cár birodalma nem fogja-e, vagy éppenséggel maguk a poroszok nem csinálnak egy Erdélyig terjedő nagy birodalmat, tehát a fő érdeket, hogy egy középhatalom keretében, ha Magyarország betartozik egy középhatalom keretébe, akkor például az országvédelem és érdekeknek a védelme az megvalósulhat sokkal jobban, mint hogyha egy frissen érkezett nagyhatalom tiporja maga alá. Tehát csak azt szerettem volna mondani, hogy 1700-as évek első felében is a magyar elit világosan látta, hogy a Habsburg birodalomnak vannak hátrányai Magyarországra nézve, de nagyon nagy előnyei is vannak, és én azt sajnálom, hogy a dualizmus nem tartott tovább, mert elképzelhető, hogy a magyar érdekeket sokkal jobban érvényre lehetett volna juttatni. Nem tudom, hogy Gergely hogy látja a külpolitikában, a dualizmusban. Nem arról volt szó, hogy a magyar érdekek osztrák irányítás alá kerülnek, talán pont a diplomáciában látszik, hát egy Andrássy Gyula az úgy tudott a berlini kongresszuson is így van részt venni, hát hogy nagyon is nézte azt, hogy a Magyarországnak mi az érdeke, és így próbálta összehangolni a dolgokat, vagy ha arra gondolunk, hogy a közös külügyminisztérium élén talán több magyar arisztokrata, több magyar ember szerepel, tehát szó nincs arról, hogy a kiegyezéssel úgymond Habsburg iga alá került Magyarország. Hogy a berlini kongresszusot követően Boszniában mindig magyar helytartó volt. Tehát ugye ez is egy érdekes dolog. Talán ami fontos, és ezt azt gondolom, hogy egy egyházi vagy felekezeti rádióban megint csak fontos elmondani, mert azért tehát ezek a történelmi és a politikai folyamatok azok általában ellentmondásosak. Tehát nem csak jók vagy csak rosszak, mert Mária Terézia nagyívű birodalomépítő és a magyar nemesek generózus támogatását élvező politikája az egy dolog, de hát azért ugye azt se felejtsük el, mégiscsak a hídgyülekezetje is egy új protestáns felekezet, hogy azért az ellenreformáció
idején bizony ezek a Habsburgok voltak azok néhány évszázaddal korábban, akik igaz ugyan, hogy szembeszálltak az oszmán elnyomókkal, akik egyébként kiszipolyozták az országot, de hogyha történetesen Kelet-Magyarországon is a Habsburg birodalom van már ott, akkor az ellenreformáció jegyében bizony ott is elnyiszálják az összes protestáns testvérünknek a nyakát, míg az egyébként az országot kiszipolyozó oszmán birodalom, ha a pénzt meg a terményeket el is vitte, de a vallásszabadságot azt meghagyta, mert neki az volt a fontos, hogy mindenki adja be, amit lehet, és nálunk legalábbis, ugye Boszniában, ahol több száz évig maradtak, ott másképp alakult, tehát azt látjuk, igen, a Szarajevó környékén, de nálunk az, hogy a protestáns kultúra, a magyar nyelvi bibliaolvasás, és egyáltalán ennek nyomán az egész kulturális fejlődés elindulhatott, az bizony annak köszönhető, hogy itt az ellenreformáció nem dúlt olyan vérengzően, mint ahogy ez például Nyugat-Magyarország egyes településein volt. Az eddig elmondottakból azért azt gondolom, hogy érdemes azt is egy kicsit kitárgyalni, amire talán tanár úr egy picit már utalt is a külpolitika kapcsán, hogy ti hogy látjátok, hogy alapvetően ez a fajta politika, diplomácia politika, geopolitika, az hogy ítélődik meg a korban, tehát ebben a 19. század, 20. század elején, mondjuk az Európa, Nagy-Britannia, a britek, tehát lehet erről tudni valamit, hogy mik a visszacsatolások erről a fajta dualizmus korszakáról akár. Ez tartalmazhat-e akár tanulságokat a mostanra nézve? Hát ugye ezek zseniális palik voltak, tehát akik annak idején ezt kitalálták, és azért nekem az mindig nagyon fontos, nagyon sokat mondó, hogy a haza bölcsének mi mindig Deák Ferencet tekintjük, aki végül is ezt az egész 67-es kiegyezést tető alá hozta. Szóval azért az bármennyire is ellentmondásosak, mint mondtam, ezek a folyamatok, az, hogy ennek a birodalomnak a működése, ez mennyire pozitív nyomokat hagyott, azért ez a diplomáciai iratokban is ott van. Én ennek nem vagyok különösebb szakértője, legfeljebb érdeklődő olvasója, de hát azért azt Jeszenszky Gézától, Magyarics Tamástól, Ablonci Balástól tudjuk, hogy azért mind az angol szász, mind pedig a francia szakirodalomban és az akkori minisztériumi feljegyzésekben azért ennek volt egy tekintélye. És nem véletlenül volt ennyire brutális az első világháborút követő békekötés és annak a diktátum, és itt nem csak Trianonra gondolok, mert egész egyszerűen ezt a közép-európai tényezőt, ezt bizony azok a hatalmak, akiknek ez régen szúrta a szemét, szét akarta verni. Tehát amikor arról beszélgettünk megint csak IV. Károly kapcsán, hogy ezek a visszatérési kísérletek, és mondjuk Horthy Miklósnak, mint aki valaha a királyra esküdött föl, mégis amikor visszatér IV. Károly, ugye sokszor a szemére hányják legitimista oldalról, hogy ő egyébként Habsburg Ottó élete végéig, hogy ő esküszegő volt, hiszen nem állt a király mellé. Ugye ez nagy kérdés, mennyire történelmietlen, mennyire nem, ezt ki eldöntheti maga, de mégiscsak, hogyha egy Habsburg került volna vissza akkor a magyar trónra, akkor kérdés, hogy ezt mennyire tűrték volna el azok a győztes hatalmak, amelyek hát korábban mindent elkövettek azért, hogy a Habsburg, az osztrák-magyar monarchia végül is megszűnjék. És pont ezekben a napokban, és ugye április 1-én Madeirán, Funchalban, ahol IV. Károly meghalt, és máig ott van eltemetve, ugye tudjuk ezekből a különböző táviratokból, hogy Anglia
mindent megtett azért, hogy IV. Károlyt olyan messzire vigye, amilyen messzire csak tudja a két visszatérési kísérlet után. És az utolsó pillanatig próbálták győzködni Portugáliát, hogy fogadja be IV. Károlyt, mert annyira tartottak attól, hogy egy újjáéledő Habsburg monarchia az veszélyt jelenthet az európai, a kialakult európai erőviszonyok. Hát azért akkor már sem gazdaságilag, sem katonailag talán nem lehetett azt mondani, hogy egy domináns hatalomról beszélünk. Ezt nem lehetett mondani, de ugyanakkor mégis ez a nevezzük történelmi árnyéknak, vagy track recordnak, vagy teljesítménynek, igen, amiről itt most az elmúlt percekben már hosszasan értekeztünk, azért annak továbbra is volt egy olyan hatása, ami ezeket a győztes hatalmakat bizony félelemmel töltötte el, tehát az, hogy aztán IV. Károly nem csak, hogy Madeirára került, de ott aztán Spanyolnátában napok múlva, pont 100 évvel ezelőtt meghalt, és hogy ez aztán Ottó további pályafutására, akit, hogy mondjam, nagyon óvatosan kezelt mindenki, mert egyrészt látták a képességeit, látták a felkészültségét, látták nem is az ő, hanem inkább az özvegy királyné Zita ambícióját is, hogy ebből a fiúból még egyszer újra uralkodó lehessen. Tehát ezt látjuk, hogy itt voltak éppen végig, amíg ez nem egy ilyen európai politizálásán nőtte ki magát a II. Világháborút követően, egészen addig ez egy nagyon titkos szolgálati módszerekkel is nagyon erősen megfigyelt faktor volt. Te, amit te titkos szolgálati módszernek hívsz, azt én most egy kicsit hadd fordítsam át, tehát az a fajta geopolitikai kooperációk, meg manipulációk ezek szerint tudnak működni intuitív jelleggel is. Tehát nem csak abból indulok ki geopolitikusként, hogy kinek mennyi vasérce van, szene van, erőforrása van, olaja van, gáza van, ugye, hogy a mai kontextusban próbáljam ezt idehozni, hanem az is, hogy például milyen történelmi súlya van az adott dinasztiának, az adott családnak. Esetleg is és az integráló erő. Igen, igen, igen. Mert nagyon érdekes, hogy sajnos 100 éve nincs integráló erő, amely a szétvert Közép-Európát egybehozná, és lehet, hogy a győztes hatalmak, amik Ausztriának és Magyarországnak a romlását akarták, hát ezt azért érdemes látni, hogy az első világháború utáni békék azok tudatos tönkretételre születtek Ausztria és Magyarország számára. Tehát ezt azért érdemes látni, méghozzá francia érdekek, hogy fölépíthessen egy olyan hátvédszövetséget, ami számára előnyös, de ami Ausztria és Magyarország számára kifejezetten káros volt. És sajnos, hogy azóta sincs olyan integráló erő, amely szerintem ez a régió több lenne képes, hogyha nem ilyen műtyürke kis ilyen papírhajóként ide-oda sodorható kis államocskáknak lenne a halmaza. Igen, és hát ennek most súlyos... Nem elég a mondjuk egy római szerződés, nem elég erre egy ilyen vas és acél megegyezés, hogy újra integráló erő legyen? Hát ide kell, hát meg az aki ezt munkálja. Ugye az eddigi, az elmúlt években itt sokáig azt hittük, hogy a V4-nek lesz egy ilyen szerepe. Csak ugye, hát korábban sem volt ez egyszerű, és ott a törésvonalak mindig is... Most már magyarázzák is ezt másképp, tehát hogy a V4 az inkább egy ilyen pragmatikus kohézió, tehát amikor kell, mert közös téma, akkor együttműködnek, ha nincs, akkor inkább tiszteletbe tartják egymást. Hát igen, de ez a mostani helyzetnek pont ez a tragikuma,
Tehát igen, az, igen, nyilván, most ilyen persze. módon összerúgtuk a port Lengyelországgal, ennek súlyos civilizációs következményei vannak. Pont abból a szempontból, amiről mi most itt beszélünk. Itt a lengyel-magyar barátságnapjának árnyékában. Igen. Tehát az, hogy tegnap, vagy a beszélgetés előtti napon a lengyel elnök azt mondja, hogy a magyar Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos politikának Magyarország számára súlyos következményei lesznek, hát ez nem két baráti ország egymással való beszélgetése. Tehát, és akkor itt azért hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Szerintetek ez független a mondat tartalmától rossz, hogy ez így elhangzik, vagy azért a mondat tartalmának is van alapja? Van, a mondat tartalmának súlyos alapja van. Itt súlyos nézetkülönbségek voltak már korábban is Oroszországot illetően. Na jó, tehát ez a lengyeleknél valamennyire kódolva van. Igen, csak ők 40 millióan vannak, mi meg 10 millióan. Hát, tehát ha az a kérdés, hogy ki tudja megteremteni a közép-európai egységet, akkor én azt gondolom, hogy itt bizony a méretnek bizony komoly jelentősége van, és ebből a szempontból, ha a közép-európai egység fontos, ez bizony mindazoknak, akik egy ilyen egységben részt akarnak venni, azoknak bizonyos kompromisszumkészséget kell felmutatni, ha kisebb országok, akkor nagyobb kompromisszumkészséget, ha nagyobb országot, akkor kisebb kompromisszumkészséget. Így van ez történelmileg is? Hát az a sajnálatos, és ugye az ember ezért sajnálja, hogy azt a formációt, amiben Magyarország igazából egy birodalmi keretben egy másik, tehát az osztrák császársággal kellett megegyezésre jutni, ehelyett egy olyan helyzetbe kerül, ahol a messze rosszabb hát alkupozíciókat kínál Magyarország számára, tehát valóban amit a franciák nagyon akartak, Magyarországnak a tönkretételét, hát ez 100 évre igen. vonatkozóan, mert az erőforrásoktól lett Magyarország megfosztva. De vegyünk egy olyan példát, jobb, ha megint kicsit visszatérünk talán a történelembe, ami szerintem megint csak vallási rádióban ülünk, egy olyan témáról szól, aminek megint csak jelentős aktuális összefüggése van. Ez a muzulmán közösséghez való viszony. Mindjárt tudjuk. Miért bevándorlás, és a többi, és a többi. Na most ugye a bécsi kongresszust követően Bosznia az osztrák-magyar monarchiához kerül. Mi van Boszniában? Ugye ott van egy viszonylag nagy lélekszámú muzulmán közösség, ami éppen az oszmán birodalom évszázados jelenléte miatt lett muzulmán. Hogyha valaki elmegy Szarajevóba, mint ahogy mi megtettük nem olyan régen egy nyári kirándulás keretében a 4 gyerekünkkel, és pont Ramadán végére esett a mi utazásunk, úgyhogy a müezzin hangja a hajnali 4:30-kor ébresztett minket, és akkor én gondoltam egyet, és mondtam a két szőke nordikus típusú fiamnak, hogy ugyan menjünk már le, nézzük meg, hogy mi újság van itt a mellettünk lévő történelmi mecsetben. És bementünk, és a fiziognómiát tekintve semmilyen különbség nem volt, mert voltak épp vérüket tekintve, vagy genetikájukat tekintve, azok szerbek, tehát egy szláv népség. De a bosnyákok téged nem fognak megverni. A bosnyákok engem ott nem vertek meg. Hát nem, az föl se tűnt, mondatér, hogy ha meghallgatják. Nem hiszem. Főleg szerbeknek nem, mondod. Mi ott alkalm... Hát nem, most, ahogy mondjam, most a itt genetikáról szerint beszélek, tehát én a bosnyák népnek egyébként nagy tisztelője vagyok, el is mondom, hogy miért. Ugyanis amikor az osztrák-magyar monarchiához kerültek, akkor a Ferenc József leült velük, és voltak éppen létrehozott egy olyan vallási szervezetet, aminek a lényege az volt, hogy tudjanak állam és egyház, állam és muzulmán közösség, tudjanak egymással tárgyalni. Ennek lett a következménye a szarajevói főmufti,
posztjának a létrehozása, ami egy szigorú egyház szervezetet hozott létre, amivel voltaképpen egy hierarchiába rendezte azt, ami addig nem volt hierarchia. Ez azért érdekes, mert az én evangélikus országos felügyelői tisztségemnek a történelmi előképe, az pont az ellenreformációt követő időszaknak az a része, amikor a Habsburgok egy olyan személyt próbáltak találni, akivel állam és egyház viszonyáról tudnak egyeztetni. Tehát ugyanarra a srófra hozták létre Boszniában ezt a rendszert. És ez nagyon furcsának tűnik sokaknak, de az első, a muzulmán közösség működését szabályozó törvény, az 12-ben vagy 13-ban az osztrák-magyar monarchiában jött létre. És mind a mai napig a szarajevói muzulmán közösség vezetője, a főmufti, ő úgy tekinti saját magát bizonyos radikális külső iszlám, szaudi és iráni hatásokkal szemben is, mint aki ebben az európai millióban próbálja a muzulmán keresztény együttélést előmozdítani, annak a gyakorlatnak a nyomán, amit annak idején még a berlini kongresszust követően a Habsburg dinasztiával dolgoztak ki, és amit a 20. század elején törvényben szabályoztak. Szóval döbbenetes, hogy ezek hogy élnek tovább. De erre azért talán volt neki támogató, és azért Atatürk oldaláról azért láthattak erre mintákat is. Hát Atatürk, ugye az azért érdekes, mert ugye mindig az a kérdés, hogy egy vallási közösséget milyen állapotban talál a felvilágosodás, vagy egyáltalán eléri-e a felvilágosodás. És az ortodoxiát, az orosz ortodoxiát ez nem érte el a felvilágosodás, a török-muzulmán közösséget se érte el, illetve csak a 20. században, amikor a Kemal Atatürk ezt a bizonyos világias gondolkodást kicsit katonai szellemben behozta. Bár azt mondják, hogy ott is jellemzően inkább a nagyvárosi persze, tehát Anatólia végeken ottan sehol semmi Kemal Atatürk. Nem véletlen, hogy az Erdogán támasza az főleg onnan igen, érkezik. Igen. Szóval ez egy őrült érdekes folyamat, és csak azért mondom, hogy bizony ezek a beidegződések, vagy ezek a mozzanatok, ezek mind a mai napig ott vannak országok, népek mentalitásában. Kicsit ilyen záró gondolatnak engedjétek meg, hogy megkérdezem tőletek, hogy meglátásotok szerint ezek a nagyhatalmi stratégiák, ezek egy kölcsönzött időben tudnak csak létezni, és valahol ezek aztán eltűnnek, és átalakulnak, és kényszerből, de valahol más formában másképp jelennek meg, vagy alapvetően azért vannak olyan mély, nagyhatalmi stratégiák, mint akár amiről most elkezdtük a beszélgetést, ami, hát hogyha Habsburgokat nézzük, akkor 800 év körülbelül, vagy annyiről beszélünk most már, 800-900 évről. Hogy látjátok ti ezt így, és ha megengeded, akkor Árpád, téged szólítalak meg ebben. Én amit érdekességnek találok a Habsburg birodalomban, hogy nem egy jellegzetesen hódító birodalom. Tehát azért a birodalmak között is különbség van, mert ugye a Habsburgok, ugye a mondás szerint, és mások háborúzzanak, tehát hódítsanak, te dinasztikus kapcsolatokkal, te házasodjál boldog Ausztria, tehát a Magyarországhoz is nem leigázással jutott, hanem házassági szerződéshez, tehát dinasztikus úton, és a későbbiek során is nem volt meghatározó, akár amit a poroszok csináltak, vagy akár amit a... Tehát nem gondolnám, hogy minden... Nekem talán ez még szimpatikusabb is, tehát nem egy agresszív nagyhatalomról volt szó, hanem egy olyan, amelynek volt birodalmi látása, egységesíteni is akarta, tehát szeretett volna egy jobban működő birodalmat, legyen ez első Ferdinánd rögtön, amikor ez a cseh-magyar-osztrák hármas ez tartósan
összeállt. Tehát a Ferdinánd, vagy például a második Józsefnél is egy erős egységesítés, birodalmi, még Ferenc József is a szabadságharc után, tehát ő nála is ez megfigyelhető, de az is látszik, hogy az azért finoman csinálták, mert rendszeresen az erő bepróbálás után készek voltak kompromisszumot kötni, tehát én azt látom, hogy az egyes népek számára egy viszonylag élhető keretet, egy jó keretet tudtak biztosítani. Nagy kérdés, hogy a jelenlegi birodalmak közül, hát az orosz birodalom szerintem most azt tuti, hogy nem ide tartozik, és most nem akarnék más birodalmakat is minősítgetni, de hát ja, csak de az azért kínai tájvani konfliktus. Megkérdezem, mert nyilván totál másképp szerveződött, az előbb már rákérdeztem itt az acélegyezmény és a római szerződés kapcsán, hogy az Európai Uniót látjátok-e ti ilyen értelemben hasonlóságot, vagy teljesen más gondolatsík mentén kell keresni az Európai Uniót? Az Európai Unió az óvnék attól, hogy birodalomként értelmezze önmagát. Ugye erre mindenféle jelek mutatnak, meg főleg aztán a politikai kommunikációban ez erősen kidomborodik, hogy akkor ez a Brüsszel, Moszkva-e, vagy nem Moszkva, vagy egyáltalán, tehát hogy ez hogy merül föl. Tehát én nagyon fontosnak tartom az Európai Unió berendezkedése szempontjából, hogy ott van egy konszenzus kényszer, ami az Európai Tanács működésében, tehát ahol együtt ülnek a miniszterelnökök és államelnökök, ugye nyilvánvaló, ott van, és az Európai Bizottság pedig azoknak a szerződéseknek az őre, amit egyébként konszenzusos alapon az egyes tagállamok meghoznak. Ez egy más történet. Amit tanár úr is elmondott, annak ugye a lényege valóban az, hogy a Habsburg Birodalom mindig inkább konszolidált, mint hódított. És inkább lemondott a területi terjeszkedésről, csak hogy a meglévő területeket minél inkább integrálni tudja. Ugye erről szólt az iménti kis zárójeles mondandóm a muzulmán közösségről is. És még egy nagyon fontos jellemvonása volt, és ez azt gondolom, hogy az ilyen köztes vagy kisebb államokra nagyon igaz, és manapság hangsúlyosan igaz, hogy lehet annak egyfajta heroizmusa, hogy mindenki támad minket, és mi egyedül vagyunk, de az elszigetelődésnél nagyobb veszély egy államra nincs. És ha van ennek a közép-európai történelemnek egy nagyon fontos tanulsága, és ezt is pont ebből a Wes Mitchell könyvből tudjuk, akkor ez mindenképpen az. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk, és azt gondolom, hogy ezt a beszélgetést még lehetne mélyíteni, folytatni, de a műsoridő keretrendszere erre most nem biztosít már lehetőséget. Prőle Gergely volt berlini és Berni nagykövet, Habsburg Otto alapítvány igazgatójával és Kulcsár Árpád történésszel a Szent Pál Akadémia főiskola docensével beszélgettünk itt a Hit Rádióban. További jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.